Na, hát akkor sziasztok, és kérlek mutatkozzatok be. Hello, sziasztok, üdvözöljük a hallgatókat, mi vagyunk a Mangó Rise zenekar, itt van velünk ma este Katók István, Szilágyi aki nem köszön be nagyon. És Barta Ákos. Első kérdésként az érdekelne, hogy ti mit gondoltok a saját zenétekről, ez milyen stílus? Hát ez egy igazán jó kérdés, és ezen sokat gondolkozunk mi magunk is, ugyanis ezt a kérdést az a világ szülte, ahol egy zenekar mindig ugyanolyan zenét játszott. Tehát egy Backstreet Boysról például lehetett tudni, hogy annak milyen lesz a következő száma. Hát ez rólunk például nem mondható el, és még mi sem tudjuk megmondani pontosan, hogy mit hoz a következő hónap, úgyhogy mi csak azzal szoktuk jellemezni nagyjából, hogy okos pop. Ez a Mango Rise stílus lesz valószínűleg. Lesz majd, mostanában. Ezt tervezzük. Honnan jön a zene? Hát azt gondolom, hogy mindannyiunk életében egy nagyon meghatározó dolog és vezérfonál a zene. Egyébként teljesen külön életutunk volt zeneileg, és egészen más oldaláról közelítjük meg a zenét, és talán pont ez az egyik különlegessége, de én akkor itt adom is a Pistát, és ő elmeséli, hogy ő neki hogy jött. Gyerekkorom óta szeretem a zenét, és egyszerűen nem tudom meghatározni azt a pontot, hogy mi volt az, amikor elhatároztam, hogy én zenélni szeretnék. Mindig jelen volt az életemben. Ilyen függőség. Hogy jött a szaxofon? Édesapám szaxofonozott, és volt otthon egy hangszer. Én zongoráztam gyerekkoromban, meg tangóharmonikáztam, és akkor leérettségiztem, akkor eldöntöttem, hogy felveszem ezt a hangszert, ami ott porosodik már 10-20 éve. Nálam pedig klasszikus zenét tanultam gyerekkorom óta. A zenekari zenélés azért kezdődött, mert menő akartam lenni, és minél több barátnőt szerettem volna szerezni magamnak, és úgy gondoltam, hogy ha valaki zenekarba játszik, akkor könnyebben tud barátnőt szerezni magamnak. Persze azóta már rájöttünk arra, hogy ez így is van. Igen. Igen. Ákos, hogy jött, hogy énekelni fogsz? Hát, hogy a Mango Rise-ba hogy jött, hogy énekelni fogok, az már szinte evidens volt, mert addigra én már, mint énekes kerültem elő a srácok életébe, legalábbis most ezt az ő nézőpontjukból mondom. Egyébként én nem vagyok sem tanult énekes, sem semmilyen énekes, abszolút egy autodidakta éneklésről beszélhetünk az esetemben. Én eredetileg gyerekkoromban ilyen rappes ügyekkel foglalkoztam, és akkor egy idő után nekem az kevés lett a rap, és nagyon hiányzott a dallam. Én eléggé ilyen Europop kultúrában nőttem bele, és nagyon sokféle zenét hallgattattak velem a szüleim, a komoly zenétől kezdve a mindenen át, és akkor nekem így hiányzott az, hogy dallamosság, és elkezdtem énekelgetni, és viszonylag hamar rátaláltam a ragázásra, ami meg egy ilyen tök egyedi dolognak mondható akár magyar viszonylatban, meg aztán végképp. És akkor én úgy találkoztam össze a fiúkkal, hogy akkor én még ilyen nagyban ilyen regi ügyekben gondolkoztam, és a srácok meg egy olyan zenekart csináltak. A zenekar is, tehát mi úgy jöttünk össze, akkor a Mango Rise nevet azt tulajdonképpen én találtam eredetileg ki. Elég régóta egy irányba tartottak a vonalak ahhoz, hogy összeérjenek. Szóljon egy dal most tőletek, ez melyik legyen? Én vennék egy világot. Vennék egy világot című nóta következik a civil rádió műsorán. Ha láthatatlan lennék, a hangomat falak nyelnék el, a szívemet minden mosolyjal és búval erőszakkal vennék el. Én mennék, még bírom, nem fog se eső, se szél, az marad hátra, ki a kudarctól fél. Én vennék egy világot mindenkinek, hol a szeretet az égig ér. Veled a világ megfordul, ha hiszed, hogy az úti cél igaz. Nagyot alkotni őseink után, fiatalon igazán pimasz. Mikor az arcok meg sikeredet látván, nem marad más, csak a grimasz. Na akkor tudod, hogy úgy mész a harcba, ahogy a magyar nyilaz. Ha láthatatlan lennék, a hangomat falak nyelnék el, a szívemet minden mosolyjal és búval erőszakkal vennék el. Én mennék, még bírom, nem fog se eső, se szél, az marad hátra, ki a kudarctól fél. Én vennék egy világot mindenkinek, hol a szeretet az égig ér. Tudom, hogy valahol most is értik, amit mondok. Tudom, hogy valahol most is oldódnak a gondok. Nekem az érték, mikor köszönetet mondtok. Ezen nőhetnek fel, ezen múlhatnak sorsok. Tudom, hogy van erőm. Tudom, hogy célba érek. Tudom, hogy van.
szél, az maradt hátra, ki a kudarcta a fél. Én vennék egy világot mindenkinek, oda szeretet az égi ér. Megfordul, ha hiszed, hogy az úti cél igaz, igaz. Nagyot alkotni őseink után, fiatalon igazán pimasz. Mikor az arcok meg sikeredet látván, nem marad más, csak a grimasz. Na akkor tudod, hogy úgy mész a harcba, ahogy a magyar nyilaz. Ha láthatatlan lennék, a hangomat falat nyelnék el, a szívemet minden mosolyjal és búval erőszakkal vennék el. Én mennék, még bírom, nem fog se eső, se szél, az maradt hátra, ki a kudarcta a fél. Én vennék egy világot mindenkinek, oda szeretet az égig ér. Mekkora rajongó táborotok van? Az az érdekes, szerintem egy zenész számára, de javítsatok ki, hogyha nem így van, hogy ezt nem lehet igazán belülről fölmérni, és nem lehet igazán monitorozni sem koncerteken, sem YouTube nézettségen, tehát ez egy olyan adat, hogy nem követhető jól nyomon. Azt látjuk, hogy hál' Istennek egyre több emberhez jut el, amit csinálunk, és... Én amikor még szólóban nyomattam, akkor nagyjából kiépítettem egy adott mennyiségű embert, akikről tudtam, hogy nagyjából figyelnek, tehát ugye nézettségek meg mindenféle alapján, és azt mondjuk nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy a Mango Rise egy sokkal gyorsabb fejlődésű és sokkal gyorsabban több emberhez eljutó produkció lett. Hát statisztikákkal is azért persze tudunk szolgálni, hogyha nagyon szeretnénk, de tényleg itt inkább az a fontos, hogy én úgy szoktam mondani, hogy van egy gyorsulása ennek a zenekarnak, még nincsen maximum sebességen. Tényleg napról napra egyre több rajongónk van, nagyon sokan írnak nekünk, mi mindenkinek válaszolunk. Hát fontosabb a jó közönség, mint a nagy. Tehát mondjuk azt nyugodtan megfigyelhetjük akár a múltban, hogy amikor előkerültek így előadók a sehonnan, és így fölépítették magukat, akkor azért nem egyszer volt már a példa, hogy nagyon gyorsan gigamennyiségű ember nézte meg, viszont aztán nagyon gyorsan az a gigamennyiségű ember el is tűnt, és hát ennél mondjuk sokkal jobb az, amikor inkább lassan jönnek az emberek, és szépen rétegződik a közönség, de mondjuk az ott is marad. Szerintem ez a fontos, hogy jó közönség legyen, nem az, hogy sok, mert az mai világban az interneten nagyon könnyű elérni gigaszámokat. Már az Eurovízió meg ilyen helyeken is voltak abból botrányok, hogy lájkot vásároltak neves előadók, és kiírta az Eurovízió Facebook oldalára, hogy gratulálunk, reggel 7-re jött 7000 üzbegisztáni lájkhoz, semmi értelme, tehát ettől nem jut előrébb senki. Az a fontos, hogy szeressenek az emberek, hogy szeressék a zenét, amit csinálunk, és azért szeressék, mert olyan, amilyen, és nem azért, mert egy média megtolja, vagy egy menedzser iroda, vagy egy ügynökség. Tehát az a fontos, hogy magunkért szeressenek, és sokkal jobb, nem tudom, 300 tomboló embernek zenélni, mint 1000 ácsorgónak, aki csak így oda lecsődítve, és igazából nem azért jött, mert hogy Mango Rise van. Én azt vettem észre, hogy elég gyorsan jönnek nektek a dalaitok. Honnan jön az ihlet? Például a Tatai tó. Például onnan jön az ihlet. Egyébként van több olyan dalunk is, ami egy tatai horgász faházba született meg az alapja, és utána beülünk a stúdióba, és akkor ott azt tovább gondoljuk. Egyébként érdekes az is, hogy általában ez éjszaka történik. Hát akkor egy ilyen olyan idősáv van, ahol ilyen kicsit így megáll az idő. Igen, amikor nem csenget a díjbeszedő. Nem csenget a díjbeszedő meg a postás, és akkor azt érezzük mi is, hogy nincs sürgetés, nincs miért nézni az órát, nincs olyan napirendi pont, ami arra az idősávra esne, úgyhogy ott szabadon
ilyen zenei játszótérként garázdálkodhatunk, és van egy elég jól felszerelt stúdiónk, ahol gyakorlatilag minden lehetőségünk adott arra, hogy jó zenét készítsünk, és én azt hiszem, hogy mint minden iparágban, vagy mint minden művészeti ágban, ez az egyik legfontosabb dolog, hogy a művész az természetes élőhelyén nyugodtan és jól tudja magát érezni, ne legyen feszélyezve semmi által. Nagyon nagy szerencsénk, hogy tényleg saját helyünk van, és ott otthon vagyunk, és mindenki ott tud aludni, és ott nincs sürgetés, meg nincs semmiféle ilyen külső behatás. Ugyanakkor összeadódnak a közös élmények, tehát fontos az, hogy nagyon jó barátság van köztünk, és a három embernek a zenei stílusa, kedvencei, élményei, azok így összeadódnak a közös próbák során, mindenki hozza a saját ízlésvilágát körülbelül. Mennyi idő egy videóklip elkészítése? Attól függ. Melyik zenekarnak? Na, válaszoljunk rendesen. Egy évvel ezelőtt a zenekarral azt találtuk ki, hogy minden hónapban kiadunk egy videoklipet, tehát maximum egy hónapunk van egy videoklip elkészítésre. Ezt sikerült is mindig elkészítenünk időben, úgyhogy minden hónapban kap a közönség egy új videoklipet. Az van még pluszba a lackom elé, még azt hozzáfűzném, hogy ugye a videóklip alapjául szolgáló nótát is mindig az adott hónapban készítjük el, tehát általában a mi menetrendünk az úgy néz ki, hogy egy kicsit a kulisszák mögé lássatok, hogy szerdákon vagyunk együtt, akkor találkozunk, és általában mondjuk a hónap első két szerdájára a nóta el is készül, és abba a stádiumba jut, hogy már csak nekem kell vele a stúdióban utómunkálatokkal foglalkoznom, majd aztán átkerül a VMMD digitális terjesztő céghez, akik azzal foglalkoznak, hogy az iTunes-ra és egyéb internetes boltokba eljuttatják a dolgokat. Persze copyright-hoz raknak rá. Ők nem raknak rá semmit, minket illet mindenféle jog a zenékkel kapcsolatban, tehát ezek a mi tulajdonaink, mind a hangfelvétel, mind az előadói jogdíj, meg minden nekünk jön. Nyilván nekik van egy százalékuk, amiért ezt csinálják, de nekünk ez hatalmas könnyebbség, ugyanis manapság digitálisan lehet csak, és online lehet csak úgymond a fellépéseken kívül pénzt keresni zenével. Persze vannak, akik még CD-t gyártanak, biztos mi is fogunk majd, mert van, aki kézzelfogható kiadványt szeretne, de mindegy, most erre ne térjünk ki hosszasan, hogy a digitális terjesztő mit csinál, ő terjeszti a zenét, és akkor utána ki kell találnunk, hogy miről szól a videóklip, és azt el is kell készítenünk, és ennek is az a különlegessége, hogy ezt mi saját magunk csináljuk, tehát nem fizetünk meg videós cégeket, hogy klippeket találjanak ki nekünk, és írjanak forgatókönyvet, és abban mi csak marionettbábuk legyünk, hanem mi magunknak találjuk ki a klippeket. Nyilván van is ettől egy ilyen sajátos jellege, hogy míg egy átlag előadó fél évente kiad egy klippet, és akkor az rommá van effektelve, meg hatalmas látványvilág van mögötte. Nálunk ez nem minden esetben van így, de viszont azt gondolom, vagy azt gondoljuk, talán mondhatom mindenki nevében, hogy ettől sokkal igazibbnak érezzük a kiadványt, hogy azt valóban emberek csinálják, és saját maguk csinálják a saját közönségüknek, és nem egy ilyen erre szakosodott, ilyen futószalagvállalat gyártja a látványt a zenéinkhez. A stúdióra kitérve, Ákos, a te stúdiód vagy, azt így közösen építettétek? Az én stúdióm, de én inkább azt mondom, hogy a mi stúdiónk, és értem ezt úgy, hogy olyan szoros kapcsolat van köztünk, barátság, testvériség, a családi fonalak ezek már szinte, hogy én azt gondolom, hogy minden eszközömet ugyanúgy használhatja bármelyikőjük a srácok közül, ahogyan én is. De alapvetően ez az én stúdióm, nekem gyerekkorom óta mániám volt, hogy hangmérnök legyek. Rengeteget töltöttem a két legnagyobb kereskedelmi tévécsatornának a műtermeiben és egyéb stúdióhelységeiben egy gyerekprodukció miatt kiskoromba, és akkor ott engem ez így megfogott, így a potméterek világa, úgyhogy én nagyon kiskoromtól kezdve az összes bevételemet arra szántam, hogy stúdiót építsek belőle, és aztán nyilván egy idő után ez kinőtte magát annyira, hogy külső munkákat is csinálok, és más zenekaroknak is, más zenészeknek is tudok segíteni abban, hogy előrébb jussanak, de alapvetően ez a saját stúdiónk és az én otthonomban található. Mik a terveitek a jövőre nézve? Szeretnénk még több helyre eljutatni a zenénket, ez biztos. Jövőre több fesztiválon szeretnénk megjelenni, több helyen szeretnénk koncertezni,
és úgy gondoljuk, hogy ez most már kezd is beérni, ugyanis jövő évre több mint 12 koncertet foglaltak már le nálunk. Tehát gyakorlatilag egy éve működik ez a zenekar, és már jövő évre. Hol és mikor láthatnak legközelebb az emberek? November 27-én találkozhatnak velünk a drága hallgatók a Körlet teraszon, és azért azt gondolom, hogy az fontos, hogy itt elmondjuk, hogy ugyanezen a helyen együtt is szilveszterezhetnek majd velünk. Mindenféle kis különlegességgel készülünk, ami eddig talán még nem volt látható és hallható, illetve az eddig adott talán leghosszabb, sőt nem talán, biztosan a leghosszabb koncertünket fogjuk szilveszterkor adni, és ott teljesen emberi test közelből lehet majd velünk közösen szórakozni, tehát nem tűnünk el egy backstage-be, ahogyan azt egy átlag fellépő tenni egy átlag klubban, hanem mi ott leszünk az emberekkel, és együtt jól érezzük magunkat, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk oda, nyilván titeket is. Úgyhogy ezek lesznek egyelőre így a következő dátumok. Ismertek már fel benneteket az utcán? Engem már ismertek föl, sőt, hál' Istennek, vagy hál' Istennek, teljesen tök mindegy, de azt veszem észre most már, hogy ilyen nagyobb városokban megfordulva általában többen is fölismernek, fotózkodnak, autogramot kérnek, hogyha valahol feltűnünk egy bevásárlóközpontba, akkor utána kapunk üzenetet a Facebookunkra, hogy jól látták-e, hogy mi vagyunk azok, vagy ha kimegyünk egy gíroszra a koncert előtt, akkor például múltkor tök aranyosak voltak ilyen bicós futársrácok, ránk rikkantottak, hogy na mikor kezdünk, meg ők is ott lesznek, meg első sor, meg izé. Tehát most már azért úgy kezd a köztudatba lenni, és azért Magyarország elég pici ahhoz, hogy ne vegyenek észre az emberek egy zenekart, aki minden hónapba belecsöppent egy ilyen kis friss nótacsokrot a popzenei állóvízbe, amit majdnem lápos mocsárnak neveztem véletlenül. Hol lehet veletek kapcsolatba lépni? A koncertjeinken például. És persze azért tényleg a Facebookon is egy elég gyorsan válaszoló zenekarnak számítunk. Pont néztük a múltkor a Pistával, hogy az volt odaírva, hogy az egy ilyen átlagot számol a Facebook a statisztikák részlegnél, és akkor ott valami 30 vagy 40 perc volt odaírva, de az ilyen maximum idő, tehát abba az azt is beleszámolja, hogy éjszaka ugye nem válaszolunk, tehát ahhoz képest az egy ritka gyors válasz. És ez annak köszönhető, hogy a mai rohanó világban mindannyiunk zsebébe ott vannak ezek a vicces kis kütyük, és nem ismételten csak megemlíteném, hogy nem egy menedzsment iroda, vagy nem egy menedzser kezeli a Facebookunkat, és küld mindenkinek ilyen konzerv válaszokat, hanem valóban a tagok valamelyike válaszol azoknak az embereknek, akik kérdeznek, vagy akik írnak, és azt gondolom, hogy ez is egy ilyen emberközeli állapot. Nyilván, ameddig tudjuk, ezt az állapotot fent szeretnénk tartani, mert ez nekünk is izgi, hogy valóban testközelbe kerülhetünk a hallgatóinkkal. Még mielőtt vége lenne a beszélgetésnek, melyik legyen az utolsó szám, amit még bejátszunk? Legyen a Mindennő. Yeah. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, és itt volt velem a Mangorájz. Köszönjük, hello! Köszi, sziasztok! Tanuld meg, haver, hogy készül a kávé. A széthagyott gatya nem a szomszéd srácé. Nem jár mindenkinek csokoládé. Tisztelt, hogy tisztába tesz az, hogy most főzt takarít. Cserébe vésd a kubakba valamit. Ha beszélnek hozzá, te megfagyogsz a cseten. Nem leszel más, csak történelem. Lehet, hogy a nők sem bajatlanok. Jöhetnek nem várt alakzatok. Finomak a gondolatok. A legtöbbjüktől mégis elolvadok. We'll be right back.
magába foglalja az éjszakát és a nappalt, mint a bagoly vagy a denevér, nem is igen látom. Mint a cica bajsza, minden nő egyformán furcsa.